thing about slings, they hide well. És akkor ott minden egy sorban van most nála. Azt nem tudom, hogy lőjek a Wagenburggal, vagy ne? Szerintem csak lőni kéne a Wagennel, nem? És akkor azokat megölni. Várjatok. 1, 2, 3. Na még egyszer nézzük meg akkor ezt a csodát. Mert azt nem értettem meg egyébként, hogy ha teljesen végén vagyunk, akkor ugye itt most értitek. Csak gondolom, így átrakódik. És akkor lehet, hogy ezekkel kellene inkább ügyeskednem. Hogy akkor... Nem jó. Vissza. Tehát, hogy így, és akkor ebbe egyet, egyet, egyet. Úgy. És akkor most ezzel így lényegében őket felküldtem. És akkor a Nilfgaardiaknak meg kéne halnia úgy, hogy az összes tehén nálunk legyen. Ó, és akkor ezt ide spónolja. Hát csak ezzel meg az a baj, értitek, hogy... Win. Aha, jó, így lett ez a jó végül. Nagyon érdekesek egyébként. Lőhettem volna? Elnéztem egy lövés, ez komoly? Tényleg elnéztem egy lövést? Úristen. De hogy? Hogy néztem én el egy lövést ott? Hol van az a másik puzzle? Az meg itt van lent valahol. Ott van bent. Még arra a puzzle-ra nagyon kíváncsiak is. Ennyi puzzle is van összesen itt? Van még puzzle? Én ezt az egyet látom. Egy kört spórolhattál volna. Így is jó volt, így legalább OP killeltük őket, érted? Ujj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 
Remove all corpses from the board. Micsoda fantasztikus missionök vannak itt, srácok. Döglöttel neked, meg mindenféle dolgokat itt pakolgatunk. The battle will last round, így van. Várjatok. Na várjatok. Damage urgent allies by 3. És Meave-nek is van egy képessége. Hát őszinte legyek vetek, srácok, ilyet még életemben nem láttam. Most próbaképpen, ha én most ezt ide lerakom, és mit tudom, ebbe belelövök.
Tehát ezt így kéne? Valahogy. Fogom és akkor ezt itt megpróbálom. Csénelni tudod. De ez így jó volt, nem Jézuska? Tehát ezt most itt jól csináltam. Ha ezt csinálom, akkor ez deal, nem? Tehát lerakom, kettővel alalébb rakok egyet, ha kettővel alalébb rakok még egyet, és akkor így össze roskadnak, nem? Hogy ezt... És Maeve-nek a skill-je mit tud? Damage unit by... Azt nem most kellett volna használni, igaz, hanem akkor, amikor már több unit van lent. Ó, az istenit, ezt nem szabad ebben a játékban kapkodni. Tehát ez, amit itt csinálok, ez az ideges kapkodás, ez az, ami a kártyajátékot tönkre lehet tenni. Minek kapkodok? Nem is értem. Tök hülyeség. Fölöslegesen kapkodok. Nem is értem minek. Most gondolom ez reset lesz. Mert még lehet, hogy ez jó, még ne rezeteljem le szerintetek. És most fölfelé mit csináljak? Fölfelé ezt hogy cséneled? Give me a target. Mhm. Nem is rossz egyébként. Azt nem tudom, hogy kéne becsinneltetni. Hát úgy, hogy egy négyeset meglövök, nem? Úristen. Give me a target. Abelista, your command. Az ijászok a legközelebbi sorba lőnek Maeve akciójánál. Ez igaz? Ez biztos, hogy igaz, ha így mondod. Igazad van. Igazad van, Jézuska.
Tanástalanul nézek ki a chat monitoromra. Hogy most mit évő legyek vajon? Ez de nagy hiba volt, a hármasat kellett volna. Ezt nagyon elszartam, igaz? Nehéz ez a puzzle. Egy sorba pakolj, és a taktika ugyanaz, mint amit eddig csináltál. Egy sorba pakoljak? Ja már, mint hogy például mondjuk ide? Kettő-kettő, ez a pakolás jó, csak a lövések nem mentek jó helyre, jó? Oké? Akkor ez így jó. Elbasztam, igaz? Felső. És a kettes lőjen meg. Most meg egy-kettő. Most ezt? Ha!
Nem. Nem akarja. Ez teljesen random. Iron G nem adta. Bizony, az Iron Jesus az ma nem velem volt. Csak egynek, egyébként csak egyetlen egy damage-nek kellett volna nem, oda, nem ugyanoda mennie, és akkor minden rendben lett volna. Akkor innentől kezdve van az, amikor nekem halvány segéd fogalmam sincs róla, hogy itt hogy kéne. Pattern ugyanaz. De nem lő bele, látjátok? Amúgy ez annyira egy wah. Ne! Mellé kellett volna. Ah! Bitang. Pedig eddig olyan könnyűek voltak. Abalista, your command. Egyedül ezt nem értem egyébként, hogy amikor ugye benne vagyunk ebben a turnben. Amikor kétszer-kettőnél valahol elrakod a harvikat, akkor a hátsó sorban lősz, akkor egy lap marad a végén. Használtam mévet. Guantot, köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán, hello, hello. Na jó, még egyszer. Eddir. End. Abalista,
Yes! Jó. Akkor ezt most még egyszer. Várjál! Most kell használni mévet. Most jön az idegrángatós rész. És most kellene imádkozni arra, hogy ez jól sikerüljön. Tehát ha én ezt most ide lerakom, és belelövök ebbe. És most mondjuk használom mévet, akkor azt az egyest kéne kilőni. Kilőtte. Most kivételesen kilőtte. De így is maradott egy HP. Így is maradott egy HP. Nem értem. Tehát ha ennyire RNG, akkor lényegében szinte mindegy. Most ez nem rossz, de a fenti rész az hogy pucolom ki? Nem már, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hát kizár dolog, hogy ne lehetne megcsinálni. Jó, rendben. Kétszer-kettőig megcsinálom. Aztán az utolsó lappal ki lehet védeni az RNG-t. Meg használjuk mévet is. Így nem jó? Nem, mert arra a körre kell, igaz? De így még jó lehet, nem? Végül is akkor így most hármat is lőttem, és csak egy maradt ki. Nem, mert a... nem. Őrület. Mi jó, hogy erre rájöttem itt a végére. Tír. Úristen, remélem nem lesz több ilyen puzzle, mert megőrülök. Mármint úgy értem, hogy ilyen típusú. De gondolom a játék végig csak ilyenek vannak már. Most mév. És ugyanabban belesebzett. Na mindegy, eddig ilyet nem csinált. Így cseszhetem, nem? Hogy ugyanabba sebzett bele. Mert így csak egyet sebzett le.
Na és mostantól kezdve akkor mi van? Felső sorból, felső sor jobbról a lófsz. Felső sor jobbról a harmadikba lősz. Jó. Jobbról a harmadik. Egy, kettő, három. Remélem jól értettem. Igen. Következő kör. Igazából átadhatnám neked a kontrollert, hogy kérlek csináld meg. És most akkor az lenne a feladat, hogy azt ugyanabba lövök. Most megint a hármasba lövök ott fent. Ott abba? Vagy ebbe? A baloldali hármas melletti hatosba. Ez biztos. És akkor most gondolom az egyesbe lövök, hogy az megpusztuljon. Vagy most a hármasba? Vagy most a hatosba lövök? Melyikbe lőjek? Hanyasba? Ne azt mondjad, hogy igen. Egyes. És most pedig mév. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jézuska. Úristen. Skull. Amúgy elszámoltam magam, még így is egy kis RNG volt. Bebaszott volna, amíg most sincs meg. Akkor szerintem itt feladom. My queen, the Adrians retreated with haste, abandoning their tents. Have Isabel cleanse the chest of spells and curses. That's right. Isabel megcsinálja, és így megvan nekünk a kis kártya. Artifact compassion. This card is now complete. Majd megnézzük, hogy mire jó ez a kis kártyácska. És akkor ezen a területen lényegében jól értem, hogy az összes lehetőségeinkhez képest az összes chestet, meg mindent összeszedtünk. Tök jó. Jó, még megnézem, hogy mi az, amiket szereztünk. Arra még azért kíváncsi vagyok. Miket szereztünk most meg? Hol van ez? Itt van. Azt mondja, restrain, transform an enemy into jade figurine and move it to your hand. És a skull? Banish any number of units from your graveyard, then damage all units on a row by the amount to be banished. Hát ez mondjuk elég durva ez a skull egyébként, nem? Tehát ez így enyhén szóval brutál. Ez brutál, de azért most nem használnám, meg ez a jade figurin is jó.
Jó. Jó. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet. OP, igen. Kicsit majd meglátjuk, hogy melyik pakba használjuk, de amúgy tök jó, hogy ilyen is van. Srácok, a Thronebreaker-t nem hagyom magára, tehát ugyanúgy fogjuk folytatni. Holnap Pokémon lesz, ez egy vadonatúj játék megjelenés. Viszont egészen a Halo-ig én nem nagyon fogok más újabb játékkal játszani, mert nem is jelenik meg semmi, viszont a Halo single player-t szeretném kipróbálni. Ha nagyon kaka, akkor ott hagyom az egészet a francba, nincs hozzá semmilyen érdekem, hogy játszam, de szeretném kipróbálni, mert még egyszer mondom nektek, 680 millió dollárból készül a játék, drágább, mint amennyiből készült a Dune és mondjuk a Sith-ek bosszúja a Star Wars film együtt. Tehát egy rettentően drága játékról beszélünk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült, megnézzük, ha kakaót hagyom. Viszont a Pokémonnal holnap játszani fogunk délután 4-től. Ha tetszik a játék, akkor folytatjuk, ha nem, akkor mint a Sith meg Ami Tenseit ott hagyom. Most egy kicsit így elvesztettem a bizalmam az új játékokkal kapcsolatban, de majd visszanyerem én ezt. Ami lényeg, hogy a jövő heti menetrendben is ugyanúgy benne lesz a Thronebreaker, és benne lesz a Kotor is, úgyhogy ettől ne ijedjetek meg, haladni fogunk mind a kettővel, a Pokémon nem szorít ki semmitől. Oké? Okay? Most annyi van, hogy a Sin meg Ami Tensei egyébként is kiesett a Prixisből, tehát van egy csomó időnk ezekre a nagyon jó, attól sokkal jobb játékokra, szóval majd ezt meglátjuk. Holnap délután 4-kor, srácok, találkozunk, nézzük meg, milyen a Pokémon. Brilliant Diamond and Shining Pearl. Oké? Okay? Egy régi játék felújítva. Holnap találkozunk, aki kíváncsi vágy.